Szirénázó autóval indultak Komlóra a rendőrök, hogy két rablót fogjanak el. Ők készítették ezt a felvételt még január végén. A pécsi járási ügyészség most emelt vádat a két férfi ellen. A vádirat szerint a két vádlott férfi, egyikük 23, másikuk 16 éves, 2024. januárjában két rablást követtek el Komlón. Az elsőt január 5-én az esti órákban. Úgy készültek erre a cselekményre, hogy fekete ruhába öltöztek, a fejükre kapucnit, arcuk elé maszkot húztak, és késekkel szerelkeztek fel. Az utcán szemelték ki maguknak a járókelő sértettet, egy idős hölgyet, akit felszólítottak arra, hogy a táskáját pakolják. Az idős sértett nem tett eleget ennek a felszólításnak, ekkor a vádlottak késekkel a kezükben közrefogták, fenyegették, letépték a táskáját, majd ellökték az idős hölgyet. A földön fekvő, kiabáló sértettet az idősebb vádlott megöléssel fenyegette, miközben a kést az idős nő nyakához tette. A vádlottak laptopot, élelmiszereket és készpénzt zsákmányoltak, és magukkal vitték a sértett okiratait és bankkártyáit is. Két héttel később újra rabolni mentek, ugyanúgy fekete ruhában, maszkban, késekkel felszerelkezve. Ekkor is az esti órákban az utcán hazafelé tartó idős nőt támadtak meg. A sértettet felszólították arra, hogy álljon meg és forduljon meg, ennek azonban ő nem tett eleget. Ezért a vádlottak követni kezdték, hamarosan utolérték és felszólították értékei átadására. Amikor utolérték, az idős hölgy megfordult, és látva a vádlottak öltözetét, fenyegető fellépését, annak hatására átadta a pénztárcáját benne okmányaival és bankkártyájával. Ezután a vádlottak közrefogták a sértettet, kezükben kést tartva felhívták arra, hogy további értékeket, karórát, aranyékszert is adjon át nekik. A sértett a fenyegető fellépés hatására átadta a karóráját is a vádlottaknak, majd miután az egyik vádlott a sértett hasához szorította a kését, átadta a mobiltelefonját is. Az első sértettől közel 200 ezer forintnyi értéket, a másodiktól közel 100 ezer forintnyi értéket vettek el a vádlottak. Cselekményük két rendbeli felfegyverkezve elkövetett rablás büntettének, két rendbeli okirattal visszaélés vétségének és két rendbeli készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségének a megállapítására alkalmas. A minősített rablás büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. Mindkét vádlott letartóztatásban van, büntetőjogi felelősségükről a Komlói járásbíróság fog dönteni. Az ügyészség mindkét vádlott esetében tett mértékes indítványt arra az esetre, ha az előkészítő ülésen beismerik bűnösségüket. Ez a felnőttkorú férfinál 6 év fegyház, a fiatalkorúnál pedig 3 év fiatalkorúak börtöne lenne.